Isten van veled mindenben, amit cselekszel. Ábrahámot boldoggá tette a nagy ígéret beteljesülése. Isten megajándékozta őt és Sárát Izsákkal. Abban az időben kereste fel őt Abimélek, akinek egykor azt hazudta, hogy Sára a húga. Az igazság azonban kiderült. Isten megmutatta Abiméleknek Ábrahám másik arcát is. Ő megdöbbent azon, hogy Isten milyen hatalmasan jelen van életében. Ezt mondta Ábrahámnak: Isten van veled mindenben, amit cselekszel. Ez a legnagyobb elismerés, amit egy hívő ember kaphat a nem hívőtől. A találkozás után Ábrahám és Abimélek szövetséget kötöttek egymással, melynek lényege élni és élni hagyni. A történet végén a Biblia csak annyit mond Abimélekről és hadsereg parancsnokáról, hogy eltávoztak. Ugyanakkor Ábrahámról elmondja, hogy ő pedig imádkozott, így tett pontot a történet végére. Vajon mennyit látnak a nem hívők Istenből az én életemben?